Kigyulladt egy családi ház a 18. kerületben, több gázpalack felrobbant, többet kihoztak a tűzoltók. Meghalt az ikerpár másik tagja is, akit érden ütött el egy nő, a vakító nap miatt csak 6-7 méterre láthatott a gázoló. A nagy hőség miatt egyre több a vizek melletti baleset és rosszulét, a Balaton vize 30 fokos volt a tó közepén. Itt a Tények reggel, a stúdióban Kőrösi Gábor. Jó reggelt kívánok! Gázpalackok robbantak fel tegnap este a 18. kerületben, amikor kigyulladt egy családi ház és a hozzátartozó két műhely. A ház 300 négyzetméteres tetőszerkezete teljesen leégett, a tűzoltók ötös kiemelt riasztást kaptak, négy gázpalackot ki tudtak hozni a házból, közülük egyet a rendőrség mesterlövészei lőttek ki, több viszont felrobbant. A kigyulladt házban csak egy idősebb nő volt, nem sérült meg. A rendőrség 200 méteres körzetben lezárta az utcákat, a környéken több házat kiürítettek, de már visszamehettek a lakók. A tűz okát még vizsgálják.